Tavasszal a szakképzési törvény módosítását is elfogadta a parlament, emlékeztetett Vinnai Győző Tiszavasváriban. A politikus hozzátette, hamarosan több változás is életbe lép, többek között egy év múlva a szakközépiskolák már szakgimnáziumok, a szakiskolák pedig szakközépiskolák lesznek. Azt szeretnénk, hogyha minél többen mennének el a szakképzés irányába, természetesen valaki gimnáziumba akar menni, majd később felsőoktatásba akar bekapcsolni, ez rendben van, de hiányoznak már a megfelelő szakképzettséggel rendelkező fiatalok, akik a foglalkoztatást emelhetik. Szeretném elmondani a friss statisztika szerint, KSH statisztika, hogy ma Magyarországon 4 millió 300 ezeren dolgoznak, ez 5 évvel ezelőtt 3 millió 700 ezer volt. A Tiszavasváriban tartott pályaválasztási nyílt napot 6 éve úgy szervezik, hogy állásbőrzeként is funkcionál. Ide hívjuk azokat a vállalatokat, elsősorban ugye a nagyobbakat, nagyobb foglalkoztatókat, ahova a végzés után a tanulóink el tudnak majd helyezkedni. És itt első kézből tudnak a mi végzőseink érdeklődni a lehetőségekről, valamint az itt lévő nyolcadikosoknak azt szeretnénk megmutatni, hogyha hozzánk beiratkoznak, akkor utána egyenes út vezet a munkaerőpiacra, hiszen itt konkrét állásjáratokról is értesülhetnek. A legtöbb végzős érdeklődve nézte a kiállító cégek standjait a tiszavasvári sportcsarnokban, ahol számos lehetőségről tájékoztatták a fiatalokat. Végzős vagyok itt Tiszavasváriban, és azért tartom fontosnak ezt a rendezvényt, mert látni fogom, hogy milyen munkalehetőségek lesznek itt pár év múlva, és azért itt áll a pályaválasztás előtt, és jó lenne tájékozódni egy kicsit. A diákokat kísérő szülők is kaptak új információkat a rendezvényen. A szülőknek is tudunk kínálni lehetőséget, hiszen biztosan hallották már, hogy a második szakképesítés ingyenes, és a felnőtt oktatás keretében ők is tudnak tanulni, be tudnak ülni az iskolapadba, és ingyen tudnak második szakképesítéshez jutni. A legtöbb érdeklődőt a hiányszakmák standjai vonzották, sokan álltak meg például a hegesztőknél nem mindennapi alkotásaik miatt.